Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és a mai videóban egy 0%-os gépi ellenfél ellen oh my God! Egy kör hátrányból megpróbálunk megnyerni a Forma 1-es futamot. Kiválasztottam srácok Interlagost, úgyhogy ott fogunk menni, a gépi ellenfélnek adunk egy kör előnyt, és hát megpróbáljuk megnyerni a futamot. Na srácok, most már csak tényleg azt kell megvárni, hogy az összes pilóta elmenjen, minket meg ne zárjon ki a gép. Lejövök erről a kanyargós részről, és elgurulok az első szektorig, és indulhatunk srácok, egy kör hátrányban vágjunk bele ebbe a brazil nagydíjban. 1.18.8-at jött Hamilton, na hát az lesz majd a mérce, annál kell jobbat jönni. Közben Mazepin meg is fog előzni mindjárt. Féktávon bejött volna mellénk, beszortam volna. Közben lengetik nekünk a kék zászlót, de hát valahogy vissza kell vegyük a körünket, srácok. Ó, majdnem beleugrottunk Vettelnek a hátsó szárnyába. Nagyon szépen csináljuk eddig. Ó, Okon. Nem is Okon, Alonso van előttünk. Na nézzük Alonsót, hát Alonsót megelőzzük. És Okon mellé jó lenne ide betenni. Úgy is van, Okon is megvan. Tsunoda van előttünk. Srácok, egy kör alatt 9 pozíciót jöttünk előre. Viszont utána még van egy egész kör hátrány. Úgyhogy bele kell húzunk. Ez nem lesz olyan sétagalop. Stroll. Stroll is megvan. És jött a DRS. Nagyon jó. Perez. Perez előttünk. Nagyon hamar fékeznek. Úgyhogy szerencsére meg is tudjuk előzni. Előttünk a Bottas, és kicsivel előtte van Hamilton. Na! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ó, és első szárnyuk nincsen. Na ez viszont baj. Ez viszont baj. Virtuális safety car. Nem tudom mi miatt. Lehet, hogy a mi szárnyunk miatt. Na hát srácok, most gyorsan fogunk cserélni a boxban. Hát össze kell kapjuk utána magunkat. Na jó, jöhetünk a boxba srácok, egyúttal le is tudjuk a box kiállásunkat. 4 kör már lement a nagy díjból. Jöhet az első szárny minél gyorsabban. Tegyed már, csavarjad azt a kulcsot, járjon már a kezed. 8 másodpercet álltunk, egy kör hátrány az még mindig megvan. Na srácok, láthatjátok ott a térképet, kicseréltem erre. Hát azért nincsen olyan óriási nagy hátrányunk, úgyhogy újra nekifoghatunk ennek a felzárkózásnak. Szerencsére azért itt vannak kanyargó szakaszok, ahogy már mondtam. Azok fognak minket nagyon is segíteni. És ott már látszik Raikkonennek az autója. Na nézzük. Nézzük, hogy mire megyünk. Raikkonen szerintem meg lesz itt. Így is van. Nagyon kell vigyázzunk az autónkra. Latifi is meg lesz. Így is van. Latifi megvan. Itt megpöcköljük Mazepin autóját, de az szerencsére nem okoz sérülést. Giovinazzi előttünk. Én beteszem ide Ricardo mellé is. Jó, Norrison előttünk. Srácok, nagyon kell figyeljük. Egy hiba és megint mehetünk szárnyat cserélni. Vettel nagyon jön srácok mögöttünk. Sainz és Leclerc van előttünk. Megpróbálok úgy betenni ide az autót. Jó, semmi gond eddig. Egy picivel nagyobb ütközés és már vége. Úgyhogy nagyon kell figyeljünk. Úristen, ne. Jó, megvan. Tsunoda mellé betettük az autónkat. Na, most már tényleg csak Hamiltonékat kell utolérjük, és meg is van a verseny, úgymond. És elkezdett esni az eső. Hát én beszorok, komolyan. Ha még itt el fog kezdeni esni az eső, úgy rendesen, teljes igazából, akkor baj van. Stroll van előttünk. Stroll szerintem meg fogjuk előzni most itt a külső íven, meg is van. Jöhet Perez. Meg is van. Bottas és utána van Hamilton. Na 42 másodperce van Ricardo. Nyilván Raikkonent kell nézzük. Mert Ricardo nagyon le van maradva, ő szerintem valószínű, hogy picit összekocoltott valakivel. Kíváncsi vagyok, hogy kell-e
intert rakjunk, vagy még menjünk el egy körre. A párversenyző ismét a boxban. De még nem cserél senki interre. Még lehet ezzel menni. Na srácok, 8-ak vagyunk, 12. kör. Hát az rohadt nehéz lesz így. Úgyhogy még sérült is az autónk. Boxban már voltunk, nem tudom azt, hogy nem tudjuk valahogy lemondani. Folyamatosan csúszik a pálya, és nem teljes az autónk. Sőt, az első szárnyunk is sérült, ahogy nézem. Na nézzük, Ocon ellen. Reméljük nem fog behúzódni. De hülye vagy! Látta, hogy érkezem, és csak simán oda betettelünk. Na nézzük Bottas ellen, mire lesz elég a DRS. Bottas ellen nyissuk a DRS-ünket, belső éven vagyunk, ez szerintem meg lesz. Így van, Bottas ellen megvan, és még be is tudunk jönni elé. Na Hamilton van előttünk, srácok. 2 kör. Jöjjünk ki és váltsunk át interre. Legyen egy kis izgalom a végére, srácok. Mit szóltok? És jövünk be a boxba, srácok. Nézzük, valószínűleg szárnyat is fognak cserélni nekünk. Úgyhogy nagyon le fogunk maradni. De lesz 2 körünk, és sokkal jobb gumin leszünk, mint a többiek. Sokkal jobb gumit fogunk kapni. Kapjuk is az új első szárnyat. Vissza fogunk esni egy picit. De van rá esély arra, hogy visszajöjjünk az ére. Gyerünk! Marad megint a 8,3 másodperces box kiállás. És ide fogunk visszajönni Bottasék mögé. Maradni fog az a 10-12 másodperc hátrány. Sőt lehet egy picivel több. De viszont sokkal jobb gumi leszünk. Hát így új első szárnya sokkal könnyebb dolgunk van. Már is 10 másodperc. 9. Folyamatosan megy lefele. Hát ez szerintem meg lesz. Vagyis hogy meg lehet. 8 másodperc. Interrel is még bedriftelünk a kanyarban. Strollt utolértük már lassan. Sokkal jobbak vagyunk. Atya ég, 6 másodperc. Stroll után iramodhatunk. Előtte van Perez, Hamilton és Bottas. És nyithatjuk a DRS-t. Interrel. Intergumi van az autónkon. Abba a pillanatban ki is kapcsolják a DRS-t. Na nézzük. Kanyarokhoz érünk. Ott van Perez. Lehet látni Bottast is a képen. Hát ez rohadtul érdekes futam. Ott van Perez és Hamilton sincsen olyan túl messze. Most veszi be az első szektor végén a kanyart. Itt van előttünk pár méterre Hamilton. Nagyon kell vigyázzuk az első szárnyra. Sokkal gyorsabbak vagyunk, mint ők. Nagyon jó. Itt van Bottas, de a kanyarokban nem tudnak mit tenni ellenünk. Ki kell várjuk az adódó pillanatot, és be kell tegyük melléjük az autót. Ott is van. Hamilton 3 másodpercre. De nem tud mit tenni, sokkal lassabb. Nézzétek, hogy le... Milyen lassan tudnak kigyorsítani. És Hamiltont utolérjük, az utolsó szektor fogja eldönteni a versenyt. Hát Hamilton már nem is tudja pályán tartani az autóját. És megelőzzük Hamilton, srácok, az utolsó kanyarban. Hamiltont megelőztük, ez a döntött egyenes van hátra még, és megnyerjük egy kör hátrányból ezt a kaotikus brazil nagydíjat. Atya ég, mekkora győzelem! Na srácok, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett és szeretnétek még hasonló Forma 1-es videókat látni a csatornán, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot. És iratkozzatok is fel a csatornára, hiszen ezzel is elősegítitek azt, hogy minél több ember ide tévedjen, és akár ilyen videókat lásson. Én nagyon-nagyon élveztem, remélem, hogy ti is. Legközelebb találkozunk, én Leo voltam, és szevasztok!